A muszlimok körében használt címek, rangok, titulusok sok félreértésre adhatnak okot. Számos esetben írnak rá egész jó csajok, hogy ó, sejk, gyere, talizzunk egyéb, de amikor kiderül, hogy se házam, se vagyonom, semmim, akkor nagyon csalódottak ugyanis nem értik, hogy mit jelent az a szó, hogy sejk, és azt hiszik, hogy egy gazdag pasasról van szó. Részben igazuk van, ugyanis a sejk szó valamiben kitűnő személyt, előjáró személyt jelent. Van, hogy vagyonban, pénzben, semmiatt szólítják az illetőt sejknek. De akkor is, hogyha öreg, idős és tiszteletet parancsoló, ő is sejk. A kora miatt, ami előre haladott. Vagy a tudás miatt, amit egy közösség tiszteletből egy személynek ad, hogy tőle tanuljon. Ez a szó jelentése, hogy sejk. Ha már itt vagyunk, mi az, hogy imám. Más jelent a szó a szunita és a síta szektán belül. A szunitáknál egyszerűen az a személy, aki elől imádkozik. Aki az előimádkozó, tudjátok, a muszlimok felállnak imára sorokba, és a legelső személy, aki az imát mondja, ő az imám. A sitáknál más. A hitáknál a legmagasabb ö, rang, ami úgymond a hitbéli, rossz szóval egyházi és állami vezetést jelenti, tehát a legfelső hatalom és döntés ö, hozója. Sétáknál léteznek ajatollahok, amelyek, ami ugyanaz kb. mint a sejk, tehát vallástudós, de ennek egy magasabb fokú szintje az a nagy ajatolla, akikhez már tartozik valamiféle tudományos tevékenység, munka, könyvek kiadása, egyebek. És léteznek marják. marja az a referencia, forrás. Valamilyen tudományos disziplína forrása, a sárjá forrása, az irfán forrása, a misztika, vagy az, az akída forrása, az uszuleldin forrása, tehát a doktrinák valamilyen részterületnek, ő a meghatározó személye, személye, tehát élő szeméről van szó, akikhez a hívők, a síta hívők fordulnak tanácsért, hogy döntsön. Na most visszatérünk azokhoz a titulusokhoz, amelyek mind a két helyen sitáknál, szunditáknál előfordulnak, a fakih. A fakih az a jogtudós. Tehát nem csak az elméleti jogot tudja, hanem elő is állítja. Tehát előállítja, tehát a korán állítja elő az alapot, de abból levezeti. Tehát korhoz és időhöz adaptálja, levezeti. Az egyetemes jogot, amit Allah a kezünkbe ad. Tehát ő az, aki a, az alkalmazott jogot előállítja, ő a faki. A mufti az a már előállított jogot alkalmazza úgy, hogy eb, ezekből fatuákat, rendelkezéseket, döntéseket, döntvényeket, Dikri mondja az angol, hoz. Tehát ő egy országos vagy nagyobb területi egység vezetője, aki a levezetett jog alapján döntvényeket hoz. Fatuákat hoz, ez benne szerepel a nevében, Fatua és ebből lett a mufti. A kádi az a bíró, tehát ő nem az alkalmazott jogot vezeti le, hanem ő az, aki a végrehajtója a jognak, tehát ő a személy, aki a már levezetett, vagy a fatuákat e, alapul véve dönt ítéletet hoz. A váli az a személy, akinek a hitbizományába, ez fontos, hogy hit nem csak bizományába, a vallás is be van volva, a bizományába van adva egy terület, a Valája megye, vagy egy nép. Tehát ő, az ő elszámolási kötelezettsége nem csak egy földi előjáró, hanem Allah felé is elő van írva. Ez, ezt jelenti a váli szó. Az emír az parancsnok, emír el a hívők parancsnoka. A szultán az pedig a földi hatalom birtokosa, ezt, ugyanis ez egy, úgy mondjam, a középkortól kezdve, ez egy csinál szó, mert az igazi szultán, az Allah subhanahu ta'ala, ő az igazi hatalom birtokosa, de amikor a birodalmak létrejöttek, akkor a vezető, a szultán azt mondta, hogy én nekem elég a katonassággal, a hódítással és a háremmel foglalkoznom, tehát én leszek a szultán, az egyházi vallási tevékenységet leadom a muftiknak. Létezik még Hodzsatol vagy hágy, ugye, hogy ez is egy tiszteletbeli megszólítás, aki megjárta Mekkát. És mi az, ami nem létezik? A király, Malik. A király szó szóval a létezik, de Allahra vonatkoztatva. És Malkút, az pedig a omnipotencia, tehát a tegy hatalmuság, minden hatóság, ez csak Allah kezébe van. És hogy-hogy földi ember kezébe kerül. Ez Nimrodhoz kötődik, tudjátok, Nimrod volt az az uralkodó, aki alatt Ábrahám minden próféták atya, Aléhis Szalátor Szalám élt, és Ábrahám életét megkeserítette. Mágia halálra ítélte. És a sátán Nimrodnak adott egy koronát, és ő volt a földi értelembe vett első király. Tehát az egy gyalázatos rang. Földi értelemben gyalázatos rang, amelyet, termés, amelyet a fehér kultúrák átvettek, és nálunk az, hogy király az uralkodót jelent, ugye? Na most hogy került ez a királyi cím a muszlim területekre? A tudatlanság, ugye? A gyarmatosítók osztogatták a királyi címeket, és a balad muszlim vezetők büszkén hordozzák, nem is tudva, hogy iszlám alapon mit jelent a szó? Hát ez szégyen és gyalázat, hogy nem tudják, mert ha tudnák, akkor nem hordanák ilyen büszkeséggel ezt a címet. Hiszen létezik ma Szaudi király, Jordán király, és létezik Marokkói király, de ugye gondolatban mindegyiket tudjuk valakikhez kötni, akiktől kaphatták ezeket a rangokat. Wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.